Az ötös. Öt világkép, öt kérdezési stílus, öt személyiség, öt ismerős. Egy dundi kislány, akit kis hián megbuktatnak testnevelésből. Mégis később ő szerzi meg a magyar sport 150. olimpiai aranyérmét 2000-ben, Sydney-ben. A következő olimpián, Athénban újra a dobogó tetejére áll. Előtte, közötte, utána szülőszoba, összességében 3 gyermekes édesanyává vált. Saját jogán is ott van a helye abban a különleges sportmúzeumban, mely 3 napja nyílt, és ennek egyik létrehozója és virtuális üzemeltetője is, Nagy Tímea, ahogy a közvetítésekben gyakran hallottuk. Nagy Titi, 2-szeres olimpiai bajnok, 6-szoros világbajnok, Európa-bajnok, párbajtőrvívó. Szép délelőttet üdvözlöm szeretettel, Tímea. Köszönöm szépen a meghívást, én is üdvözlök mindenkit. Már 3 nappal, sőt, hát 3 napja nyitva van, de 3 évvel ezelőtt én már olvastam az önnel készült interjúkban, hogy valami ilyesmin dolgoznak, és ilyesmin gondolkodnak. Netán a pandémia okán is, mert akkor nagyon sok virtuális múzeumban nyílt belépőnk, és akkor körbejárhattuk 3D-ben a világ nagy múzeumait, sőt a sporttévéken mentek az egykori sportsikerek, olimpiák, és hát a legendás magyar sportolókat is viszont láthattuk. Így igaz, ez volt a nagy álmunk egyrészt, hogy legyen egy olyan virtuális térben, egy olyan hely, ahol találkozhatnak velünk a felnőttek, gyerekek igazából, és akkor most a gyerekeket azért mondom, mert elsősorban nekik készült, hiszen ők azok, akik már a virtuális térben utaznak egész nap, tehát nekik már az, hogy könyv az egy kicsit idegen, sajnos, és ők rögtön előveszik a telefont vagy a gépet, és akkor ott lapozgatnak. Úgyhogy ez volt az elsődleges indok, hogy miért akarjuk a 3D-be bevinni. Nagyon nagy álom volt, én nem gondoltam volna, hogy az ennyi munkával és utána járással és szervezéssel kell, hogy létrejöjjön. Én azt hiszem, hogy nagyon jól sikerült. Én tényleg azt gondolom, hogy Magyarországon egyedülálló most ez jelen pillanatban. Hát ha most egy kicsit bővebben kifejthetem, akkor ugye ez a Halhatatlan Magyar Sportolók Egyesülete megálmodta ezt. Polgár Judit nagyon sokat segített, mert ugye azért a Juditot mindenki ismeri, hogy nem kis ésszel rendelkezik, és nem annyira sok ötlete van, és annyira sok támaszt tud adni az embernek, hogy az hihetetlen. Ugye itt először is meg kell tervezni magát az épületet. Tehát ez nem egy ilyen egyszerű, hogy akkor most én azt mondom, hogy egy családi ház, és akkor ennyi. A grafikában kinéz, ahogy majd a számítógépes használat közben mi bejárhatjuk a tereket. Ki kellett találni, hogy legyen. Ugye 21 tagunk van, jelenleg élő tagunk van. Ezt mindig azt szoktam mondani, hogy 20+1, mert Balcó András egy picit a mi tagunk, de ő egy kicsit eltávolodott azáltal, hiszen a vallásossága miatt ez a halhatatlan szó ez számára összeegyeztethetetlen a vallással. Emiatt mi azt mondjuk, hogy akkor sem vagyunk hajlandóak megválasztani egy 21. tagunk, mert ő akkor is a mi tagunk. De 20 szint készült el, mind Fanándortól elkezdve Kovács Gati, nem akarok most itt minden 20 nevet felsorolni. Mindenkinek próbáltuk a szintjét úgy megcsinálni, hogy a saját sportágához közel álljon, tehát mint a Polgár Juditnak ugye egy sakk tábla az alapja, nekem egy vívópást. És akkor ezen a szinten, ami szerintem egy fantasztikus dolog, hogy mindenki felajánlott néhány tárgyat, ami számára kedves, tehát nem kötelező jelleg, hogy ezt meg ezt mutass be, és azt, hogyha rákattint az ember, azt meg tudja forgatni, olyan, mint hogyha egy kicsit a kezébe tudná venni, hiszen ezek tényleg a valódi tárgyak, ezek lettek beszkenelve, és tényleg még az én aranyérmemben még a gyereketek a fogai nyomát is lehet látni. Bizony, bizony. De miért is kerültek rá ezek a fognyomok? Hány éves korukban találkoztak az éremmel ezek a csemeték? Hát ugye, amikor a Luca lányom megszületett, a Csenge ugyan már nagyobb volt, tehát ő már nem, de amikor a Luca lányom megszületett, akkor már ugye megvolt a Sydney aranyérem, és amikor nőttek a kis fogacskái, ugye neki beduzzadt a kis fogínye, és azt jegelni kell ilyenkor, azt mondták az orvosok is. Hát mi az, amit nem tud lenyelni, viszont hűt tudom. Hát az olimpiai aranyérem, ez pont teljesen jó volt erre. Úgyhogy jót rágicsált a kis olimpiai aranyérmet a kis fogacskáival. De akkor ezek szerint bekerült a mélyhűtőbe? Persze, igen. Hát ez ennél jobban nem tudtam volna kihasználni az olimpiai aranyérmemet. Hát egyébként maguk is tárlat rendezővé váltak a sportolók, tehát az ő aktív részvételükre is szükség volt, hiszen
A személyes dokumentációik jelennek meg többek között, az érmek, a relikviák, tehát ezeket le kellett fotózni, audio segítséggel tulajdonképpen ezek a gondolatok hallhatók is, tehát akadálymentesített, és hozzáteszük, hogy bárki által látogatható, tehát ingyenes kiállításról van szó. Tehát nem csak tárlat rendezők, de tárlatvezetők is, mert aztán utána személyesen is mennek iskolákba, és viszik a sportolók. Ennek a kiállításnak is, de az ő történeteiknek, élettörténeteiknek is a hasznosságát, a praktikumát. Igen, tehát nekünk itt a halhatatlanoknak az egyik küldetésünk az, hogy, hogy eljussunk a gyerekekhez, és a gyerekeket motiválva arra, hogy, és nem most, nem csak a sportra, hanem szerintem alapvetően most jelen pillanatban az a legnagyobb probléma, hogy a gyerekeknek a célt, hogy megfogalmazzanak egy célt, amit el akarnak érni. És ugye mi elmondjuk, hogy nekünk, halhatatlanoknak, vagy nekem, mint nagy téma, úgy kezdődött a vívás, hogy szerelmes voltam, és hova jutottam, hogy olimpiai bajnok lettem. De amikor ezt megfogalmazom, ezt a célt, utána nekem 20 évig ez lebegett a szemem előtt. És ezt kellene valahogy átadni, hogy tehát hogy muszáj reggel, mikor fölébred, akkor ne azt mondja, hogy még egy nap, hanem na, ez a nap se lesz könnyű, de megcsinálom, mert egy lépéssel közelebb kerülök. És annyira jó személyes motiváció, hogy tényleg a fiatalokhoz, akik hát az első fellángolásokat élik meg, az első szimpátiát egy fiúval, egy lányjal, szóval, hogy hozzájuk egy ilyen szerelmes love story viszi esetleg közelebb a sportolási szálat, hogy valóban szerelmes lett Tímea is egy fiatalemberbe, és neki meddig tartott egyébként a vívás? Hát azt hiszem, hogy 2 hét után ő abba hagyta. Bízom benne, hogy nem azért, mert meglátott, hogy ott vagyok, és hogy még ide is követ ez a csajszi, de még a nevét se tudom, tehát semmit nem tudom. Még a csók se csattant el, amiért én lementem a vívóterembe. És aztán lett Tímeának egy nagy szerelme maga a sport, 30 aktív esztendeig. Szóval, hogy mivé transformálódik át a szerelem. Igen, igaz. Ha csók nincs is, de hogy mellette 2 olimpiai aranyérmet kaptam. Amikor tegnap előtt beszélgettünk telefonon, akkor szintén egy iskolából hívott engem vissza Tímea, aztán a tegnapi napon Győrben volt. Szóval, hogy alaposan mozgatja önöket, nem csak a kiállítás, mert úgy hallottam, hogy évek óta járják már az ország iskoláit, és itt az Egyesület keretében, amelynek elnöke is, tehát a Halhatatlan Magyar Sportolók Egyesülete elnöke, és tulajdonképpen valamelyest az önök szellemi találmánya is ez a virtuális múzeum. Így igaz, tehát ezt én nem szoktam, én legalábbis azt gondolom, hogy nem szoktam nagyképű lenni, de most nagyképű leszek, és valóban, tehát ez a mi találmányunk, a mi gyermekünk, ezért nagyon szeretjük, nagyon óvjuk, de nagyon szeretnénk megmutatni minél több embernek, tehát nekünk a hmse.hu honlapon ugye eleve már rá lehet menni a múzeumra, és a múzeumban mi még továbbra is szeretnénk még több olyan dolgot betenni, hogy például az olimpiai közvetítéseket, csak ugye ezek mind nagyon komoly jogdíjak, így igaz, tehát igen, és azért ugye a pénz az megvéges, de ettől függetlenül az a kisfilm is, amit ugye megint csak egy kis motiváló kisfilm. Szerintem az is nagyon helyes lett, nagyon alacsony költségvetésből készült, de akkor is szerintem nem látszik rajta. Én nekem a szívem csicske az a kisfilm. Igen, és benne van többek között Benedek Tibor is, szerintem ő is egy motiváció lehetett, hogy a fiatalok, és hát a kevésbé fiatalok is, tehát hogy meg tapasztalják azt az életutat, és egy kicsit belehelyezkednek, hogy tényleg ne csak búcsúztatókon, ne csak mécsesgyújtásnál idéződjenek fel ezek a történetek, hanem tényleg még aktív, közöttünk lévő sportolók életútját is megismerjük időben, és rá tudjunk kérdezni, akár ilyen személyes találkozásokkal is. Igen, mert ugye az a múzeum, ezt úgy kell elképzelni, hogy 2 torony van. Van az élő legendák, ugye, akik most jelen pillanatban élő tagjánk, és van az angyalok tornya, akik ugye átkerültek, vagy akik már sajnos nincsenek közöttünk. Az a múzeum rész az még nem készült el, tehát ott az egy nagyon nagy feladat, hogy abban mi bele tudjunk vágni, és ugyanígy meg tudjuk csinálni a szinteket, vagy egy másfajta megoldásként. Ott a családok segítségét is kell kérni, a hozzátartozókét is, hogy mit ajánlanak fel, igen, mutassanak. Pontosan, tehát az is egy nagyon nagy falat. Hozzáteszem, ez sem volt kis falat, mert azért elérni a tagjainkat és piszkálgatni, hogy küldd el, hozd el, muszáj, haladnánk, tehát magamból is kiindulva, tehát nem csak a többi tag, tehát én is mire összegyűjtöttem a fényképeket, mire a tárgyakat válogattam, mert ugye nem tudunk annyi tárgyat betenni, amennyit.
de megszületett, és itt van köztünk most már a múzeum. És amikor járják az országot, például az elmúlt két napon Faragó Tamással, Tímea, akkor hát ez nem pusztán csak egy előadás, hanem időnként néha meg is mozgatják a fiatalokat. Igen, van amikor külön kérik például Jónyer Istvántól, hogy akkor pingpongozzon a testnevelő tanárral, vagy az igazgatóval, vagy a gyerekekkel. Hihetetlen, hogy egyébként, hogy a mai napig milyen borzasztó jól, egy picit ugye meghízott, meg az ember ugye hát nem olyan fit, mint egyébként volt sportoló korában, de amikor hát az ember... Tímea nem panaszkodhat. Akik most YouTube-on néznek bennünket, azt látják, hogy évtizedek jöttek, mentek, de nagy Tímea nem változott. Hát azért ezt reggelente nem így érzem, amikor kikelek az ágyba, sőt, mikor lefekszem, akkor sem. De... Most hánykor ébred? Hát olyan 4:30 körül azért most is ébredek. Igen. Aktív sportoló korában kelt 4-kor? Igazából aktív sportolóként nem, hanem amikor megszülettek a gyerekek, és utána kezdtem el, hiszen akkor nekem pontosan mindig változik, tehát amikor picik voltak, akkor éjszaka kellett kondíznom, hiszen napközben játszótereztem, háztartási munka, meg minden. Tehát ez mindig így változott az életemmel. Aztán amikor suliba kellett vinnem, akkor reggel keltem. Most már egyébként egy picit így reggelente lustálkodom, mert egy kávéval indul a napom, és akkor az egy olyan jó fél óra, de nekem az a csend, az a sötétség, és az a meleg kávé az nagyon hiányzik, hogyha az nincs meg. Az a 4:30-as lustálkodás, ugye? És ott is azért 50-60 perc edzéssel, kis kondi indítóval kezdődik a nap, mint ahogyan aztán az iskolákban a diákokkal az előadás közben adott esetben még fekvőtámaszozik is, tehát ott is azért a fiatalokkal egy olyan 8-10 fekvőtámaszt megcsinálnak. Hát persze, tehát hogy én mindig azt mondom, hogy nem beszélni kell róla, hanem mutatni kell. Igen, tehát a saját gyerekeimnek is én nem beszélek a sportról, hanem mutatom. És szerintem ez sokkal hatékonyabb, mint hogyha csak ott egy karosszékből csokit majszolva, amit most is majszolok persze, mondanám azt, hogy na menjél edzésre, mert ez muszáj, hogy ezt meg kell csinálni ma. Ez a majszolás, ez egyébként az aktív sportpályafutás után elég gyakori. Tehát én azt veszem észre, akik mondjuk a testükkel dolgoznak, és nem csak sportolók, de például táncművészek, balettművészek is, hogy nagyon rövid a pálya, 40 éves koruk után gyakran már nyugdíjba is mennek, ahol tehetik, de utána viszont eleresztik magukat, levezetnek. És amit a testtől megvontak évtizedekig, azt utána pótolják kilókban. Na de aki mondjuk az aktív sportot hirdeti, vagy a sport népszerűségét elviszi és elhinti a fiatalok között, az ezt nem teheti meg. Tehát az ő személyes példájával, kiállásával, megjelenésével is azt kell mutatni, hogy hát bizonyos X után még mindig fit tud maradni az ember. Én mindig azt mondom, hogy szerintem az még fontosabb, hogy az ember lélekben maradjon fit, tehát hogy megmaradjon benne az a fajta napi mozgás, csinálni való, nem tudom ezt most így szépen elmondani, tehát hogy aktív legyen, hogy továbbra is legyenek céljai. Tehát nekem, én 5 évente változtatom, mondjuk én mindig sporthoz kötöm, hogy mit változtat, hogy mit szeretnék elérni 50 éves koromban, 55 éves koromban, mondjuk a 60-at azt még nem, mert most ugye az 55 az a mi cél, de hogy ez szerintem ez nagyon fontos is. Pont ezt mondom, hogy nekem ugye 50 éves koromban az volt a célkitűzésem, hogy 50 darab fekvőtámaszt meg tudjak csinálni. És amikor én ezt elértem és megcsináltam, akkor amikor látom a gyerekeken, hogy ezt nem hiszik el, akkor persze, akkor úgy, ahogy vagyok, megfogom és lenyomok 10-15-öt, tehát nem 50-et most már nem tudok megcsinálni, mert ugye azóta ezt abba hagytam, mert ezt már kipipáltam, most van az 55, az egy de nem vagyok normális, az biztos, azért ezt hozzáteszem. Szóval, hogy én azt gondolom, hogy így tudom őket meggyőzni arról, hogy amiről mi beszélünk, azt úgy is gondoljuk. Hát példákat mutatott a gyermekeinek is. Lehetett volna ez vívó példa is, de mind a hárman a vízben kötöttek ki, mint ahogyan Tímea életében is. A pástot az uszoda váltotta fel, és létesítmény vezetője 2 fontos intézménynek is. Igen, tehát, hogy ugye 3 gyerkőcön mind a 3 vízilabdáztak. A Luca lányom, a középső lányom, ő vívott is, de ő azt mondta, hogy ennél butább sportágat ő még nem látott, úgyhogy ő abba hagyta. Hála, jó Istennek hozzáteszem, mert nagyon nehéz volt anyaként a pást mellett állnom, és tehát ez egy 2 szerep, tehát én sosem szeretnék az ő szemükben sportoló lenni, én az édesanyjuk szeretnék lenni. Viszont ha ő mint
Varga Luca vívó jelent meg a Páston, akkor ő nem Varga Luca vívó volt, hanem a nagy tíme a lánya. Hozzátették sokan? Igen, igen, és hát mentek is nézni, tehát hogy olyan teher volt rajta. Aha. Én ezt nem szerettem volna. Én azt annyit kértem tőlük, de nem is kellett kérni, mert adta magát, hogy sportoljanak. Aha. Tehát, hogy rendszeresen minden nap menjenek le edzeni, legyenek egy közösségben, legyenek egy zuhanyzóban, tanulják meg azt, amikor együtt sírunk, együtt nevetünk, amikor fáj az, amit kell csinálni, mert hogy ez fáj, tehát azért ezt az eredmény nem lehet úgy elérni, hogy nem fáj a testnek, vagy a léleknek, de ezektől az ember megerősödik. És ha megerősödött, akkor ez neki kamatoztatja majd az életében folyamatosan, egészen az öreg koráig, idősebb koráig. Akkor gyakran megesett, hogy családegyesítés folytott az uszodában, tehát miközben itt évek teltek el úgy, hogy a mamát mindig menni látták, mert éppen edzett, ment világversenyekre, olimpiára, megadatott egy későbbi szakaszban, hogy így gyermekek és édesanyjuk egy létesítményben találkoztak, és az uszoda adta meg a közös terepet. Így, nem is tetszett nekik. Igen? Nem tetszett nekik, persze, mert ugye azért az nehéz egy csapatban, hogy az ő anyukája létesítményvezető, és akkor ugye azért... A Hajós Alfredo, a Dunarén az később jött be, tehát akkor már ők nagyok voltak, de azért nekem, azért én ott voltam. Tehát én láttam, hogy mi történik, és hát nem mindig mondom azt, hogy otthon nem volt téma, hogy egyrészt, hogy tehát hogyha egy szemetet nem dobunk el, hanem azt megfogjuk és kidobjuk. Mm-hmm. Hát ezeket sajnos én észrevettem, vagy ha én nem, én mindig ezt kértem a kollégáimtól, az úszómesterektől, hogy nekem ne vattázzák őket, tehát nekem kőkeményen ugyanúgy, mint a többi gyereket, és mondják azt, hogyha szemtelen, ha nem udvarias, ha olyat csinál, amit nem kéne, tehát ezeket mindig... És persze mondták, és hát ezt nem tetszett nekik. Ez az anyai szigor. Akkor nem volt olyan lágy és szelíd, mint az ön édesanyja, aki a... versenyeket, amikor nagy tíme a Páston volt, akkor mindig egy oszlop mögé bújt, és időnként kikinézett, de annyira stresszes volt a saját lányától, a versenytől, hogy mi lesz a verseny végeredménye, hogy hát ő mindig takarásban volt. Igen, édesanyám valóban minden versenyen kint volt, és tényleg mindig egy oszlop mögé bújt, mert hogy annyira izgult. Volt, amikor édesapám is kijött, sőt, nem is volt, hanem gyakran kijött. Én most is ott vagyok, amikor anya vagyok, akkor a leláton ülök, szándékosan nem tanulom meg a vízilabda szabályait, hogy még véletlenül se kelljen szídnom a bírót, mert innentől kezdve én tök nyugodt vagyok, hogy most jól ítélt vagy nem ítélt, azt tudom, hogy valami ítélet született. De nem megyek ki minden versenyre nem megyek ki, mert szerintem kell az, hogy ő ott egyedül legyen ott a meccsen, és nem biztos, hogy neki a lelátóra kell néznie. Mondjuk hozzáteszem, hogy az én drága édesanyám soha nem jött oda a meccs közben. Tehát ő valahol volt. Azt tudtam, hogy ott van, de tényleg szerintem ő érezte belülről, hogy nem kell, hogy engem ott, bocsánat, ezt mondom, hogy vattázzon, mert hogy ott. Sőt, azt is érezte, hogy amikor kiestem, és egyszer meg akart vigasztalni, és olyan ideges volt, akkor megtanult, hogy soha többet nem akar megvigasztalni ott helyben. Ő az a vigasztaló típus volt, aki, hogyha Tíme az utolsó előtti helyen volt, akkor is sírdogált, és büszke volt a lányára, hogy de hát egy valakit sikerült megelőzni. Szó szerint, egyébként tényleg szó szerint így volt. Tehát amíg a társaim féltek fölhívni, nem mindenki persze, néhány társam félt fölhívni esetleg a szüleit, hogy azt mondja, hogy mit tudom, kiestem a harmadik kanyarba, addig én voltam az egyetlen, aki büszke volt, hogy fölhívottam, és akkor is megdicsér anyu, hogyha egyáltalán kijutottam a verseny, és elindultam. Akkor a szülőktől ne motivációt várjunk, hanem inkább biztatást, buzdítást, hátteret, és a mesterektől reméljünk motivációt, motiváló mondatokat. Igen, tehát én azt gondolom, hogy a szülő támogassa a gyereknek a sportolását, az edző az, hát, hogy mondjam, nekem a mesterem, az Udvarhelyi Gábor azt mondta, hogy amikor egyszer nagyon megszídott, és én sírtam, és akkor annyit mondott nekem így a Bibliából ítézve, hogy gyilkos az az apa, aki nem használja ostorát. És ez nekem egy olyan mondat volt, és teljesen igaz, tehát, hogy egy edző, sajnos, nem az edzőnek nem az a dolga, hogy megsajnálja a tanítványt. Az edző, hogyha eredményt akar, akkor neki használni kell nagyon-nagyon sok olyan
dolgot, ami esetleg fáj a tanítványnak. Ez természetesen nem azt jelenti, hogy alázzam, vagy verjem, vagy bármi, de bizony, ha késik, akkor menjen haza, akkor nem kell, hogy idejre. Ha nem egy rendesen, menjél haza. Ha nem tanulsz rendesen, menjél haza, javíts ki a jegyeidet, és hozz vissza az ellenőrzetet, és mutasd meg, ezeket én mind átéltem. Voltak azért nagyon szép mondatai udvarhelyi mesternek, mert Tímea első olimpiáján Atlantában, hát ami nem úgy sikerült, ahogy, akkor Tímea elkeseredésében azért a fülébe sugott nagyon-nagyon-nagyon fontos és bíztató mondatot. Igen, szóval, hogy annyit kell tudni, amikor az ember egy sportoló, aki kijut egy olimpiára, amikor előtte azt mondják, hogy szinte biztos, hogy aranyérmes vagy, ne is utazz ki, mert hogy elküldik haza az aranyérmet, és kiesik, akkor összedől a világ. Tehát, hogy egy ilyen helyzetben jött oda a mesterem, pontosabban nem jött oda abban a pillanatban, hanem hívott föl egy hét után telefonon, és csak annyit mondott, hogy nekem még a mai napig a világ egyik legjobb vívója vagy. És ez egy olyan mondat volt, hogy amikor abban a bánatban, abban a sötétségben, abban a bezártságban, amiben akkor volt a lelkem, abból olyan, mintha egy ilyen kis fény megnyílt volna, hogy az az irány, és arra kell elindulnom. Igen, mert az egy olyan töréspont lehet egy sportoló esetében, hogy ott félbe is szakadhat a pálya, hogyha nem kap megfelelő mondatot. Igen, és annyit kell tudni Udvarhelyi Gáborról, hogy ő egy nagyon mogorva ember volt, egy rettentő, tisztességes, mogorva, magyar ember volt, és tőle egy ilyen mondat, az százszor többet ért, mint hogyha bárki bármit mondott volna nekem. És egy másik példás személyiség Móna István, aki azért önnel van a mindennapokban is, és hogyha bármi gond van, vagy kis lelki törések, vagy nem úgy sikerül a nap, akkor felkerül az a kardigán Tímeára. Hol őrzi most? Továbbra is a irodámnak a karfáját a székemen van. Pista bácsiról annyit kell tudni, hogy ugye ő olimpiai bajnok, gondolom minden, Móna Török-Balcot hármasban volt. Ha van a szerelemben a nagy ő, akkor a barátnál is van a nagy ő, akkor nekem az életemben a nagy ő. Ez a nagy ő, ezért ez volt olyan, hogy egy évig nem beszéltünk, de közben meg mindent megtett értem. Mert hogy ő volt az, aki annyira akarta az én sikeremet, hogy amikor az atlantai kudarc, amiről az előbb beszéltünk, nem sikerült. 96. Azt ő személyes fájdalomnak élte meg, és egyszerűen képtelen volt velem egy évig beszélni. És akkor megnyertem a univerziádét, a főiskolások világbajnokságát, és egyszer csak fölhívott, hogy akkor vár itthon egy korza, mert intéztem neked egy korzát egy szponzornál, és egyébként már rohadtul hiányzol, gyere haza. És akkor megint beszélgettünk 3-4 évig, majd akkor megint volt valami csat, de annyit azért el kell mondanom, hogy egy olyan kedves mondatot kaptam tőle, amikor már nagyon beteg volt és kórházba került, és megjelent az Élet Tusa című könyve, és abból olvastam föl neki, hogy amikor sétáltunk így egymásba karolva, akkor csak annyit mondott nekem, és megint elsírom magam, de utálom magam ezért, hogy azért érdemes jónak lenni az életben, mert visszakapja az ember. Szóval azért ezek olyan mondatok, amit így az ember így elrak, és magával viszi, és amikor a kardigánt fölveszi, akkor érzi ezt a mondatot. Bizalmat, önbizalmat is erősítő mondatok ezek, mert hát bizony nagyon önkritikus Tímea a magával szemben. Tehát én itt az interjúban olyan kis gondolatokat találtam, és akkor idézem is, hogy sosem voltam a legkiválóbb vívó, mindig voltak nálam jobbak. Vagy kétbalkezes csajként említi magát egy másik interjúban, mackós mozgás, aki se nem gyors, se nem kreatív, na de hát mégsem a szél fújja be ezeket az érmeket, szóval ha ezek hátrányok, vagy tényleg reálisan látja így magát Tímea, akkor ez hol fordul meg? És hogy lesznek ebből érmek, sikerek? Innentől kezdődik a szorgalom, a kitartás, amit esetleg itt a fiatalok között is most elhint? Ezek a mondatok egyébként ez mind igazak, és ezt mindenki alá is támasztja, az edzőim, a csapattársaim, tehát ez tényleg így igaz, hogy testnevelésből is majdnem megbuktam. Amíg a többiek két év után kezdtek el versenyezni, engem csak a negyedik év után engedtek, mert hogy annyira szerencsétlen volt a mozgásom. És akkor itt jön be az a szó, hogy kitartás. Mert hogy
Amíg a többiek kettőt edzettek, én hármat edzettem. Amíg a többiek hármat, én ötöt. Amíg a többiek ötöt, én tizet. És ezt szó szerint így kell elképzelni. Amíg a nyáron pihentek a többiek, én Balatonfüreden a tömb körül futottam, amit nagyon gyűlöltem, de valahogy a lelkemet ott tudtam megerősíteni. És ez a rettentő sok szorgalom, meg kitartás, meg hit, ez egyszerűen csak így szépen ezt a hátrányt, ezt így dolgoztam le. Egy idő után utolértem a többieket, de nem hagytam abba, hanem mentem tovább, és így tudtam előnyt szerezni a hátrányomból. Most is van valami kitartó sport, szerintem ennek is van köze a lelkiséghez, nem oly régen űzi, talán az egyik gyermeke révén. Én akarom idézni, táj, milyen táj? Muay thai. Muay thai. Ez mi pontosan? Heti háromszor űzi, azt hiszem. Igen. Hú, hát ezt a lányom találta ki, hogy ő szeretne valami mozgást találni magának, és hogy elmegy, és... Én is kerestem valamit, ami számomra jó. Hát a Muay Thai, mindenki ezt egy ilyen véres, harcos dolognak gondolja, mert hogy itt ugye négy végtag van, tehát itt mindenki mindennel üt. Tehát azt most leszögezem, hogy nem versenyzem, tehát nem, én nem így vagyok. Engem az fogott meg ebben az a fajta alázat és tisztelet, amit az ellenfél, vagy az edző, a mester iránt tanúsít, mondjuk egy kismester. Tehát nálunk Rehák György a nagymester, aki a csapatot, a regimet összefogja, és a Németh Szabolcs, aki a kismester, de azt látni kell, azt a fajta tiszteletet, ami övezi a mestert. És ezt annyira megtiszteltetés nekem, hogy én ezt láthatom, és hogy őt tanít engem, és úgy tanít, hogy tudja, hogy én semmit nem fogok elérni, de ő szeretné átadni a sportnak a szeretetét, a sport ágának a szeretetét. Hihetetlen. Tehát én mindig csak azt mondom, hogy ezt kell megérezni a fiataloknak. Nem azt, hogy most olimpiai bajnok legyen, mert legyen az is, de hogyha valaki ezt a fajta edzést végigcsinálja, az annyit nyer belőle, hogy az hihetetlen. Hát lelkiségről már sok szó esett, meg tulajdonképpen valahogy itt a párizsi olimpiára indulóknak, és azért itt szerencsére például akár a férfi párbajtőrözőink is múlt héten ugye kvótát szereztek csapatban, most már azt hiszem 101 vagy 102 kvótánk van az olimpiára, szóval indulnak majd az olimpiára, és nem mindegy, hogy milyen lelki felvértezettséggel. Nagyon sok, nem is azt mondom, hogy érem, de nagyon sok esélyünk ott úszik el, hogy nem tudnak kikapcsolni a versenyzők olyan értelemben, hogy fókuszálni a versenyre, de ne legyen az a druk, az a stressz, az a feszültség. Nagyon nehéz. Lehet, hogy Atlanta is ezen múlott, de megtanult Tímea is egyfajta burkot építeni maga köré, amikor megszűnik a közeg, és már csak az edzőjét hallja. Így igaz. Azért, tehát, hogy Atlantában az volt a probléma velem, hogy én ott nagyképű lettem. Tehát, hogy amikor minden versenyt megnyer az ember, és de tényleg, ez szó szerint így kell, amit azt mondták, hogy nyerjek meg, én azt kimentem, és megnyertem. Én ezt nem tudtam valahogy jól kezelni, és már azon gondolkoztam, hogy akkor most kisminkeljem magam, vagy ne sminkeljem, mert hogy leszek szebb a fényképen, amikor meg nyakamba akasztják az olimpiai aranyemet. Verseny közben, vagy verseny előtt? Hát így készültem az olimpiára, ja. Így nem lehet készülni. Tehát, és hála jó Istennek ezt a sport bebizonyított, és egy akkora pofont adott nekem, hogy a falatta a másikat. És most azt mondom, hogy nagyon hálás vagyok érte, mert nem tudom, hogy mi történt volna egyébként, hogyha én ott aranyérmet vagy érmet nyerek. Nem így döntött a sport, vagy az élet, kaptam egy pofont, amiről beszélgettünk is, hogy a mesterem hozott vissza belőle. És a következő Sydney-re már úgy készültem, hogy már ezt a pofont túléltem, és alázattal szeret, vagy csendesen, de közben nekem ugye megérkezett Csenge lányom, és nekem ott már átfordult az értékrend, tehát ott nekem már a Csenge volt az első. Nekem, én már Sydney-re úgy mentem ki, hogy ha nem is sikerül az olimpia, én hazajövök, és nekem ugyanúgy a reggel az ágyamba ugrik a Csenge, és rángatja a hálóingemet, hogy kakaót kérek. Mm. Tehát ez így, és így az is sokkal könnyebb olimpiára készülni. Sokkal nehezebb és sokkal könnyebb. Lelkileg könnyebb, fizikálisan sokkal nehezebb. Hát és ezt logisztikázni, mert azért ha nem is világversenyek, de mondjuk hétköznapok szintjén edzésekre ment, akkor sokszor tényleg vívóruhában pattant be a volán mögé, és látták vezetni haza. Igaz. Viszont az edzések megteremtették azt is, hogy mindig egy fit anyukát kaptak, aki azért mentálisan egy kicsit rátöltődött, tehát a sport sok minden olyat adott, a kismamaság közben is, hogy másként és frissebben tudott hazaérkezni. Igen, tehát fizikálisan
nagyon le voltam strapálva, viszont lelkileg, mert nagyon fel voltam töltődve. Ezért mondom azt, hogy mondtam mindig, hogy ha én elmentem edzőtáborba, akkor az egy üdülés volt. Tehát az, hogy én zárt vécéhajtó mellett tudtam vécére menni, mert ugye ez nálunk nem volt szokás, mert hát a gyerekek állandóan anya, hol vagy. Hogy én az ebédet asztalnál tudtam megenni, hogy én utána le tudtam feküdni délután egy másfél órát. Hihetetlen fizikális feltöltődés volt, holott közben este megmentem haza, tehát Tatáról rohantam haza Budapestre, hogy a gyerekeket ellássam, és reggel vissza. De akkor is volt egy 10-12 órám, amit csak magammal foglalkozhattam, meg az edzéssel. Úgyhogy mindig ezen nevetett Kulcsár Győző, hogy én tényleg elmentem a wellness fitness táborba, és ugye mindenki utálta, én meg megyek pihenni. Mennyire követi viszont a mai fiatalokat, hát hiszen a Vívó Szövetség alelnöke, és hát látja is a készülőket, akik Párizsra már 1000 fokkal gondolom már fókuszálnak, és készülnek, meg hát mindenfajta világkupák itt a közeli napokban is, azt hiszem, hogy éppen március 1-én, a holnapi napon. Tehát folyamatosan versenyben vannak, és személyes példaképeik voltak Nagy Tímeáék és versenyzőtársai, tehát akik miatt elkezdték a sportot, azok most tulajdonképpen a Vívó Szövetség vezetői, edzői, mesterei. Igen. Tehát nagyon-nagyon sajátságos viszony ez. Egy ilyen pótszülő-gyermek kapcsolat. Igen, és megmondom szintén, hogy ezért nekem egy nagyon fájó pont, mint idős versenyző, hogy ugye a női párbajtőr az nem sikerült. Kicsit. Mi egyszer leültünk beszélgetni, vagyis pontosan én leültem beszélgetni a lányokkal, hogy mi a gond. Nagy a gond. Nagy volt a gond, mert valahogy itt fejben van a probléma, szerintem. Az ember érzi magában, hogy mi az, amit helyre kéne tenni náluk, de attól tartok, hogy ők meg már idősebbek ahhoz, hogy ezt így rendezni lehessen, bár hozzáteszem, én azért engem meg a Udvarhelyi Gábor 25 évesen is kőkeményen faragott, hogyha esetleg elszállta, vagy elment másfele a hangja, bocsánat, hogy így mondom, de ezt mindig így mondtuk. Úgyhogy sajnos nekik nem sikerült, ugye hát bízunk benne, hogy lesz egy egyéni induló az olimpián, a párbajtőrnek meg. Megmondom őszintén, hogy pont kérdezte tőlem valaki, hogy örülök, és én mondtam, de hát én biztos voltam, miközben hát pontosan tudjuk, hogy nagyon, nagyon nehéz volt azért ezt meghozni. Viszont egy másik sportágban, ha már a gyermekek vízilabdáznak, ott megint a hölgyek fantasztikus teljesítményeket hoznak az utóbbi időben. Szóval, hogy például ez a nőiség a sportban, ezt képviseli a Vívó Szövetség alelnökeként is, tehát fontos feladat az, hogy a női ágat egy kicsit megemelni, erősíteni, mert hát ugye, ha vívás, akkor mindenki Szilágyi Áron és az ő csapattársai, tehát jobban fókuszban vannak. De hát méltán. Hát ez teljesen természetes. Tehát egy Szilágyi Áron mellett nem lehet az ember nem fókuszban. Igen. Ráadásul azért a csapat aranyéren várományos. Teljesen érthető, hogy ők vannak a toppon, ők vannak az első helyen, de mindig lehet meglepetés. Tehát a vívás pont az a sportág, ahol lehet egy nagyon nagy meglepetés. És lehetnek, és most nem előrevetítve, és Isten őrizés szeretném, hogyha Áron megint két aranyéremmel jönne haza, de lehetnek meglepetések. Szóval a vívás az annyira egy érzékeny sportág, ott nem az van, hogy tudok egy időt úszni, és akkor azt, ha jó form, tehát hogy azt meg tudom úszni, maximum egy vagy két századdal keves. A vívásnál nagyon fontos, hogy alszik el az ember előtte, és hogy kell föl reggel. És ez nem formaidőzítés, ez valahol máshol dől el, és az Áron ezt tudja nagyon a pszichéjében, a lelkében irányítani. És hát a verseny közben a páston, tehát ez nagy pszichológia és a nagy taktikai játék, hogy a másik szeméből mit olvasunk ki. Igen. Még a verseny előtt, illetve közben a pillanatok és a másodpercek tört része alatt előrébb tartani, ahol éppen a versenytársunk, hogy most éppen merre szúr, merre lép, hogyan taktikázik. Hatalmas nagy logisztika és hatalmas nagy szellemi párba is.
Igen, de hát pont ez a jó benne. Tehát, sokat változott egyébként a verseny, az aktív pályafutása óta, tehát hogy például ahogy a bírók hozzánk állnak, tehát ezt mindig egyfajta személyességnek is veszük, hogyha nem nekünk ítélik a találatot, hogy változik-e a presztízse, változik-e a sebessége, a gyorsasága, a tempója. Mindig változik, tehát, és változnia is kell. Igen, sokkal fizikálisabb lett, én azt látom. Tehát itt most már olyan izmok vannak a sportolókon, ami az én időmben nem volt. Tehát nekem nem volt annyira fontos a fizikális felkészülés. Volt természetesen, de most ez már elengedhetetlen. Nagyon jó dolognak tartom a videóbírónak a behozatalát, hiszen ott azért az nagyon sok téves ítélettől menti meg a sportolókat, és azért az egy jó dolog. Mit tudna tanácsolni, javasolni, akik már kijutottak, és már van repülőjegyük arra a párizsi járatra, hogy hogyan teljék a következő néhány hét, hónap túl a mindennapos edzéseken, hogy mentálisan, lelkileg hogyan lehet készülni? Én azt gondolom, hogy akkor tud lelkileg készülni valaki, hogyha van az életén, a sporton kívül egy másik terület, amire fókuszálhat, mert ilyenkor abba tud kapaszkodni, tehát, hogy ne vigye el az egész életét az olimpia, mert az egy görcsössé teszi. Tehát, hogy ez nagyon-nagyon fontos, hogy legyen mellett egy tanulás, tehát egy egyetemi vizsga, egy munkahely, vagy bármi, ami van olyan időszak az napjában, amikor nem a sporttágra fókuszál, hanem egy másik területre. Vagy szóval, hogy ez nagyon fontos. Menjen el minden nap színházba, kapcsolja ki az elméjét, ne engedje, hogy teljesen begörcsösödjön az összes idegsejtje, és csak a sport, csak a olimpiára fókuszáljon, mert az nem jó. Ez nem jó. Tíma esetében ott volt még a hit is. Sőt, még Móna István mesterét is egyszer rábírta arra, hogy még ő is elmenjen templomba, pedig ő azért nem élte meg a hitet mindennapokban. Igen, és erre nagyon büszke vagyok, bár tudom, hogy csak egy felszínes dolog volt, de akkor is, tehát hogy ennyire szerette, ezzel is mutatom, hogy mennyire szerette volna a sikert. Mátraházán voltunk edzőtáborba, és ott, ahogy szállodából lementünk a vívóterembe, ott volt egy kis kápolna, és én oda tényleg nem mondom azt, hogy rendszeresen, de mindig hetente kétszer-háromszor bementem, és picit megpihentem. És akkor is, amikor az olimpián voltam, akkor az István, nem tudom, hogy mi történt, azt mondta, hogy én még a kápolnába is bementem, és kértem Isten segítségét, hogy segítsen neked, miközben hát tudtuk, hogy ateista. Egyébként hozzáteszem, hogy ez egy másik műsornak a témája, ez a hit, és hogy ki a teista, ki nem, és ki a hívő, ki nem, de hogy, és ő ezt akkor ott tényleg komolyan gondolta, úgyhogy, és utána bement, és megköszönte, miközben soha előtte és utána nem. Igen, hát megköszönni akkor is kell, szóval nem mindig bajban kell keresni azt a fentebb valót, hanem aki ezt komolyan megéli, az minden pillanatért, minden jó, jól megélt helyzetért köszönetet mond. Igen. És ez már egy kicsit közelítünk a témában a jó szolgálathoz is, mert hogy jó szolgálati nagykövet is. És hát most, ahogy tényleg az elmúlt hetekben látjuk, hogy milyen csontvázak esnek ki, és hát gyermekvédelem, hát milyen kiüresedett tartalmakat is hoz, és hogy mennyire vannak kiszolgáltatva a gyermekek, tulajdonképpen jó ideje tart már az a fajta jó szolgálati szolgálata, hogy szexuálisan bántalmazott gyermekek védelmét segíti egy olyan alapítvány, amely egy külföldi minta és modell alapján működik, tehát adott esetben sok mindent tudna tanulni ez a magyar ellátórendszer is. Igen, én a Barnahus jószolgálati nagykövete vagyok, ez egy izlandi módszer, erről annyit kell tudni, hogy ugye a szexuálisan bántalmazott, abuzált gyerekeknek sajnos sokszor kell elmondani azt a történetet, hogy mi történt velük, pszichológusnak, rendőrnek, gyermekvédelemnek, de ezt akkor szegénykék mind, tehát nem elég, hogy egyszer elmondják, mindig el kell mondani, és ez az izlandi modell pont azt
próbálja elérni, hogy egyetlen egy alkalommal kelljen nekik elmondani. Úgy például, hogy most itt ebben a szobában itt ketten beszélgetünk, és a fal mögött ott van mindenki, a rendőr, az ügyész, a gyermekvédelem, és mindenki. És ez az egy hangfelvétel, ami most itt kettőnk között van, ez rögzítése kerül, és ezt mindenhova használhatják. Tehát egyetlen egyszer kell még egyszer ezt a szörnyűséget átélni egy gyereknek. Azért ez egy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon jó irány szerintem az, hogy a gyereknek a lelkét hogy lehet mielőbb elkezdeni meggyógyítani, ha egyáltalán meg lehet. De én azt gondolom, hogy szakemberek és nagyon sok-sok idő és munkával lehet enyhíteni, vagy egy kicsit homályosítani ezt az emléket. Mi ezt szeretnénk, hogyha ezt a módszert egyre inkább támogatnák, bevezetnék Magyarországon is. Egyébként én rettentően érzékeny vagyok a gyerekekre, hiszen egyrészt saját, tehát 3 gyerekem van, tehát pontosan tudom, hogy mennyire kiszolgáltatottak a gyerekek, úgyhogy Lazári Marika engem egyszer, amikor egy ilyen rendezvényen voltunk, és nem ő nyerte meg az aranyanyú díjat, amit én szerettem volna, hogy ő nyerjen. Mert ugye ennek zsűriében is gyakran benne van. Igen, benne volt. Most már sajnos megszűnt ez a aranyanyú díj, de egyébként egy nagyon-nagyon jó kezdeményezésnek gondoltam, 10 éves volt, és amikor ő lejött a pódiumról, én csak oda mentem, és én csak ennyit mondtam neki, hogy ha bármiben tudok segíteni az ügyetekkel kapcsolatosan, kérlek, hogy keressetek meg. És akkor így kezdődött el a beszélgetés. És az lenne, hogyha minél több ilyen ház nyílna Magyarország, minél több megyéjében, településén, mert az azt jelenti, hogy akkor minél több gyereket tudnak ellátni még a legnehezebb órákban, időkben is. És nem évtizedek után kerülnek elő olyan traumatikus sorsok, amelyekkel hát tényleg most tömkelegével szembesülünk és hallunk mi is. Az elmúlt hetek, gondolom, témáját is nagyon megérintették, hogy milyen sorsok kerültek elő. Igen, és én ezért mondom, hogy ha már megtörténik, az a nagyon, persze, ne történjen, tehát az a legfontosabb, hogy ne történjen meg, de ha már megtörtént, akkor azt a helyzetet próbáljuk meg minél emberségesebben, igen, minél gyorsabb gyógyulást biztosítani a gyerekeknek. Nagyon fontos, és tényleg életeket lehet megmenteni, hogy ha ezt a módszert így egy picit fogékonyabb lesznek, vagy nyitottabb lesz mindenki rá. Hát sok generációval találkozik most Tímea, és elsősorban fiatalokkal is, de hát egy még fiatalabb generációra vár, tehát most, ahogy cseperednek a gyermekek, már azért belehelyezkedett abba a szerepkörbe gondolatilag, hogy majd a nagymamaságot hogyan éli meg. És ha már a sikerről ennyi szó volt, akkor mi jelenti a nagyobb sikert, mondjuk 2 olimpiai arany, vagy az ma már a nagyobb siker, hogyha mondjuk sikerül 5-ször megsütni mondjuk egy jó és ehető palacsintát az unokának, a majdani unokának? Hát ha a palacsinta és az olimpiai aranyérem között kell választani, akkor az olimpiai aranyérmet mondom. Ha az olimpiai aranyérem és az unoka között kell választani, akkor meg egyértelműen az unoka. Tehát, hogy ez erre vágyom a leginkább, de véletlenül sem siettetek senkit. Szerintem ezáltal fog az én életem teljesen kiteljesedni, amikor nagymama szerepkörbe kerülök. Még odébb van, azt gondolom, de készülök rá nagyon. Hát és gondolom, hogy már a majdani unoka is le fog járni, esetleg vívni uszodába, amelyre gondolom majd a szülők, valamelyik gyermek fogja navigálni, vagy sportágválasztókra viszi, mert hát azt gondolom, hogy a személyesen megélt példa, hogy látják anyut, aput sportolni, futni, mozogni, hát ez mindenképpen motiváló tényező, de akár ha hallják mondjuk egy iskolában önöket, és a halhatatlan sportolókat. Bízunk benne, hogy valóban ezek az előadások, ezek valóban, nem minden gyerek, mert ezt tudjuk, nem minden gyerek, de hogyha már 100 gyerekből 5-6-nak megérinti a kis lelkét, és elgondolkozik, és egy hét múlva is gondol ránk, és amit mondtunk, akkor már mi megérte. De mikor egy gyerek gondol ránk egy hét múlva, már azért is megérte, hogy lementünk. De miből van hiány, ami nem fér bele a nap 24 órájába, még akkor sem, hogyha 4:30-kor csörög a vekker, vagy ébred magától Tímea? Hát egy olyan jó punyadós nap.
az arra nagyon vágyom, hogy reggel pizsomába fölkelek, és ülnapban a pizsomába fekszem vissza. Tehát nekem egy olyan napra vágyom, bár hozzáteszem, hogy nem biztos, hogy kibírnám, hogy ne csináljak valamit. Ha egy ilyen napot találnék az élet, vagy az évben, az nagyon jó lenne, de úgy is tudom, hogy ha egy ilyen nap lenne, akkor rögtön mennék anyukámhoz, és akkor mennénk úszni, vagy valami, tehát hogy nem tudom elképzelni most jelen pillanatban, hogy legyen egy ilyen nap, még egy szökőjében sem. Hát mi most egy ilyen exkluzív beszélgetést folytatunk a tekintetben, hogy itt a 3D-s és mindenki által bebarangolható virtuális múzeumban mi megnéztük most, és meghallgattuk a műsorunk segítségével Nagy Tímeának a kiállítási tárgyait, rekvizitumait élőszóban elmondtuk és elregéltük, hogy mik voltak azok a fordulópontok, némely esetben töréspontok vagy továbblendítő pontok, amelyeket széles körben meg lehet sok-sok sportoló esetében tenni, méghozzá a honlap segítségével, amelyet a hallgatóink is megtalálhatnak oly módon, hogyha beütik a keresőbe a hmse.hu-t, és azon belül per múzeum, tehát már az se kell, csak nem? A hmse.hu, és akkor már is egy virtuális múzeumban sok-sok sportoló legendát és az ő személyes történeteiket nézhetjük, hallgathatjuk, barangolhatjuk körbe. Nagyon fontos misszió és példakép. A példaképekből nagy hiány van ma, szerintem az élet minden területén, úgyhogy a sport példaképeit csodálhatjuk meg és az ő történeteiket. És sok-sok személyes találkozást kívánok még az országjárások alkalmával. Köszönjük. Nagy Tíme a kétszeres olimpiai bajnok, hatszoros világbajnok, Európa bajnok párbajtőr vívó volt az ötös vendége. Köszönöm, hogy jött. Köszönöm szépen a meghívást.